Oda benn a mélyvés vadonban, a csalános ihar, félreeső völgy ölébe, sűrű ágy ölébe, sűrű, milyen jó volt. Abban a kis házikóban élni, éldegélni szépen, békességben, csöndességben, éldegélni szépen, a világ ezer bajával, meggondolni háborút, nem törődni a világgal, a világ ezer bajával, nem törődni a világ meggondolni a tavaszi lapsugárban nézni illanó felhőkbe, illatosan jövendőkben, a tavaszi napsugár közelebb, és azután nézni illanó felhőkbe. Mikor mondják ki az ítéletet? Ezt nem is várja az ember, ez jön magától. Végre megérkeztünk. Helyben vagyunk, Jolika. Jó napot! Jó, nem is akartam jönni, tudod? Vagy itt termett? Én? Úgy loptam. Nem, de most ezt halálkomolyan kérdezem. Hozz az üveget a szállat. De figyeldem. Na figyeld. Most úgy vette a szőlőt, vagy itt termett a Váli határban? Hát úgy termett volna. Most megjárom. Honnan vette a szőlőt? Most az a lényege. Hol termett? Ne topozzékoltasson itt. Na, már megint? Igen. Na. Honnan vette a szőlőt? Váli határba termett? Kértek. Hát attól függ, mekkora Váli határ. Nem vagyok fel tisztában, mert meddig terjed. Most a kis térségben vagyunk, kérlek szépen. A kis, nem kis térség van kiírva, hanem Váli. Nem azt kell kérdezni, az uniós határon belül valahogy nem. Az biztos, na, mindjárt, azon belül. Nincs benne. Remektes semmit nekem annyira. Szép a szó. De hogy fél balonnal hozott? Megyek én vissza oda. Úristen. Aláírást kérek. Nem muszta meg ilyen egyszerűen, és akkor ez lesz a 18-as fehér, jó? Jaj. 18-as, ne felejts el, jó? Na. Érdekes ez a lélek nagyon. Sokat ígér, aztán keveset ad. Na fene, gyermek. Az ember ugye, amikor hát érik az a szöllő, vagy zsendul a szöllő, vagy például amikor virágzik, ugye azt is nézegeti az ember, hogy két nap, egy nap alatt azt nem érzékeli, hogy két nap alatt mennyit nő a hajtás. És hát ugye az ember oda viszi a izét a cósnokot, hogy ez mostan egy centi vagy 1,2 tized. Hát ez is egy öröm. Hát azt, amikor a gyümölcs érik, akkor meg már különösen, hogy hogyan viselkedik. Most, hogy a borversenyre készülünk itt, aztán mondom már itt két gazdának is. Nem meri elvinni. Az egyik azt mondja például, hogy nem tudja, hogy ugye meghimpókosodott a bor. Hát én ilyet nem tudok elképzelni. Másik meg azt mondja, hogy annyi cukrot rakott bele, hogy hát az azért, hogy most is, hogy ha a teját inna. Úgy mondjam, határ nélküli szabadság, vagy korlátozatlanság, ez valahogy az ember neki úgy szemétszó, szóval ez nem visz a se jóra. Emberi kapcsolatban, viselkedés kultúrában, tudom én, egyház iránti viszonyban, önkormányzati viszonylatban is, tehát új helyzetet teremtenek, és ehhez az új helyzethez kellene. Úgyis lehetne mondani, hogy azért visszatérni a hagyományokhoz. Azért a minden nációnak megvan a maga
hagyománya, és hát azért nem rossz az, hogyha ezeket a hagyományokat tényleg ápolja. Hát most olyan helyzet előtt áll a, hát az ország is, meg ahogy tetszik említeni a világ is, hogy itt hát újra kell a kabátot gombolni. Minden a pénz körül forog, mindennek az a ugye, mozgató rugója. Ez tulajdonképpen csődöt mondott, szóval nem a pénz az Isten, a hatalom, hanem vannak emberi normák, tisztesség, magatartás, erkölcs, tisztelet, becsület, és ne csak a profit hajsza, meg ezeknek a dolgoknak kell, hogy ugye teret engedjünk. Fölborult ez a mérleg. Ezt a mérleget kellene vagy valamikor helyreállni. Én szerintem biztos, hogy bekövetkezik. Hát kell ehhez egy jó pár év. Lényeg az, ahogy eddig ment, ez most bizonyította, hogy így nem jó, most keresni kell az újat. Na most, hogy aztán ki tudnak-e találni, vagy kitermeli a társadalom annyira újat, ahol az anyagi, az erkölcsi, a társadalmi normákkal egyensúlyba kerüljön, ez ugye beláthatatlan, ez egy új generáció kell. Hát minden időszak társadalom azért megoldja a magáért. Amit csinálok, azt jó szeretem csinálni. Ha nem tudom jó csinálni, inkább nem csinálom. Betegecske. A szőlőnél is úgy vagyok, hogy ezt ameddig tudom, így hát megfelelő szinten ugye csinálom, ami örömet ad számomra is, mert hát ugye az embernek mindig legyen valami célja. Egy biztosító csapat vagyunk, és ezt is itt levágjuk. Vegyesfehér második helyezett válban 2001-es évjárat, Vegyesfehér első helyezett 2002-es, Sardoné Vál 2003-as évjárat, Vegyesfehér Vál második helyezett 2003, és Királylányka első helyezett Vál 2006-os évjárat. 2, 4, 6, 7 alkalommal hát sikerült nyerni. Az az igazi boros gazda, aki egy cuszra a literes krillit lopód ki tudja hívni. Hát én még egyelőre ott tartok, hogy még megy. Úgy így ad a bort, hogy tudjad, hogy minden csepp, minden pohár borba mennyi munka van. Tehát, hogy vigyázni kell a cseppekre, mert ugye rengeteg sok munkával lehet ezt előállítani, produkálni. A bornak a alakítása az egy nagyon sok apró szuszi-muszi munkát, odafigyelést kíván. Tehát látszik, hogy egy nagyon kellemes kinézetű, tényleg szalma, sárga, és nagyon látszik, hogy az üveg se tiszta annyira. Ez hát nagyon kellemes benyomású. Hát a termelő számára. Hát aztán majd a kritikusok hozzáértőbben minősítik, mert hát az is egy külön szakmai világ. Ja. Fölítja. Ja. Nekem van két rendes fiam, azok elhatározták, hogy a 80. születésnapom alkalmából megajándékoznak egy motorral. K.F. Körtiesi Ferenc, 80 év, egy nagyon első osztályú kis technika. Hogy lesz most akkor? Hát gondolom, hogy megvan. Keskeny a hely, akkor 18 fehérbor van, és
Öt, ugye? Vagy hat, öt vörös. Fele annyi, mint tavaly. Öt vörös. Tavaly 37 volt. 36 volt, tavaly. Nem is emlékszel, hogy hol vetted ezt a szép szalvétát? Ki a pincébe kéne venni nekem is. Fiúk bulisztak tegnap kint, Feri bácsi. Ott volt a fiam is. Ja, pőstek, fográcsolta, Máté vitt fel. Ja, aztán... Két zsákot, nekem össze volt vágva, van a bőven. Ja, értem, aztán... Kocsiba kiszaladt vitt. Ja, mondta azt, hogy honnan, igen. Nem tudom, hogy letvéve falamodom. Megőriztük azért a nagyjából csöndességünket, meg ide nem települtek olyan üzemek, meg minden, ami... Hát jó van, a munkahelyteremtés szempontjából jó lenne, ugye szó se róla, de megmaradtunk a magunk nyomorúságába, meg a magunk. Szervusz, Laci! Akkor is van benne. Viszont maradom. Fehér volt hozott le? Igen, én csak fehérrel foglalkozom. Nekem most tetszett világ életemben. Vörös az így. Ja, de most valahogy azt tapasztalom, hogy egy kicsikét a fehérre is kezdenének jobban odafigyelni. A vörös volt a slágeri 4-3 évvel ezelőtt. Hát most is megy, de... Hogy mondjam, most belejött, mint tavaly. Ahogy mondjam, csak 18, és azt hiszem talán 3 vörös. 3 vörös van csak, ja. Összesen. Hiába egyfajta a bor, a hordó adja, hogy hívják ott az amatácsoknak, és van nekem akácshordó, van nekem, hogy hívják, csölcsfahordó, és ahogy egyikből másikból vesz az ember, akkor árnyalati különbségek vannak a bornak a minőségében. Ez egy kicsi sem volt. Az enyém nincsen. Meg olyan reading szakértő. De nagy úzogatja a száj szét. Hát ez az enyém nincsen Samonka. Samonka se az enyém képes Samonyó. Igen. Hm? Jó, jó, ezért van neki. Úgyhogy... 1-től 20-ig lehet pontozni. 11-12, 11-12, kicsit a jellegtelen. Nemzeti jelleget is megadtam a hordóknak, úgyhogy úgy vannak lefestve, hogy a magyaros legyen. Ezt is. Hát, ez benne valami kis furcsaság. Nem jó öregnek lenni, így maradjanak, ahogyan vannak. Valamikor átugortam volna a kocsit is. De hát nem is 94 éves voltam. Szegény anyámot is még tavaly is kihoztam, 93 éves korában, mert is ez az élete neki a kapálás. Mondtam, ha meghal, egy nikkelezett kapát oda teszünk a koporsóba melléje. Úgy van, hogy a sok dolgot meg a kort nem lehet letagadni.
az életed mindig, hát amennyit az kapát, hát úgy vigyáld a kapára, hogy hát, ahhoz ne is nyúljon senki az ő kapájához. Olyan hideg szél fúj, máma, hogy szörnyű. Olyan rossz a kezem is, mindenféle már semmi se jó. Tegnap előtt este is meggyújt két húsleves tésztát, egy csomó tarhonyát elkészített. Mozog most is, mondom, mert pedig már 94. évében van. Jaj. Azt mondta, hogy az utcából, az egész utca nem dolgozott annyit, mint én. Az Imre, a fiam. Hát, amit megtetszik látni, azt mindent csináltam. Csak a palántát nem én ütettem, mert nehéz ma annyira lehajulni. Ő a második. Ketten vannak legidősebbek a faluba. Az egyik kolléganője az most betűtötte márciusba, ő majd októberben. Remélem megéri. Mondom, most már tartson ki, most már 100-ig, most már játszom. Azt mondja, hogy csuforó, hogy ne viccelj, mert most már fáj az én mindenek. Keze, lába szegénynek, hát sokat dolgozott. Apám ugye meghalt 45-ben, azért ott voltunk. Én is mikorra tudtam segíteni, az 51-52, úgyhogy mikor kimaradtam iskolába. Azt is mindent én kapáltam. Itt van a paprika. Hát Pesten jártam iskolába én, sőt, mi több. Szabó Magda volt az osztályfőnököm, az írónő, az Szényi Mersa utcában. Salátából van betve, hogy jobban meg lehetjen látni. Hát mondjam azt, hogy talán szebb vagy nagyobb jövőt is jósoltak, mint amit csináltam, de úgy voltam ezzel a ló kérdése, hogy ez volt a mindenem, aztán azon voltam, hogy hazajövök, és én megfoghassam a lónak a gyeplőit, aztán, hogy a saját gazdám gazda legyek. Hát sajnos, de hát most már így van. Voltak a családnak nagyobb elképzelései velem, mint amit. De attól függetlenül azért 67-ben elvégeztem a mezőgazdasági technikumot, leérettségiztem. Hát ennyi volt a, hogy hívják. Ennyi szívlavazod, nem használtál falubám senki, mint én. 59 ő. Amennyi kocsi sódert, meg homokot, amit én elhordtam, meg szenet. Ó, hát az nem is tudom főmérni. Mikor Szarházi 17 éves, 16 éves, 17 éves, hogy hívják, voltam gyerek, bekerültem a Csókás Károlynak a brigádjába.
és kimértek naponta 18 méter vízvetékárkot, 18 métert, 60 centi széles, 130 mély, ez volt a potyira. Az édesapámnak a nagyapja, de én nekem a dédapám, azt mondom, fiam, tanuld meg, hogy minden elmúlik egyszer, minden a vége ér. Hát mink is úgy járunk. Mink is úgy járunk, hogy minden elmúlik egyszer. Az a szőlő is, és 10 év múlva tudja, mert szintem a parlag ez. Már csak ilyen, mint a Miskus Béla, meg akiknek van ilyen nagy, de ott csak azoknak, de ilyen kis birtokok. Ahol nincs ma utóbb, ott na. Ja, kampó, igen. Ott vannak már vége. A legjobb fehérbor a 2006-os évjáratú királylányka volt. Szerintem már mindenki tudja, hogy ez Kötfélyesi Feri bácsi. Gratulálunk! Feri bácsi, gratulálunk! Feri bácsi, ez mind a magáért. Illatos hegy oldalában, a tavaszi napsugárban, a tavaszi napsugárban nézni illanó felhőket, múlt időkbe, s jövendőkbe, és múlt időket, és az időkbe. Magaviselet kitűnő, jeles, szorgalom, vallástan jeles, beszéd és értelem fejlesztés kitűnő, olvasás jó, írás jeles, fogalmazás jeles, nyelvismeret jeles, az áthúzták a számolás és mérés elégséges, olyan itt voltál. Én nagyon rossz kislány voltam ám, fáromháztam meg minden. Na, de ezt azért nem szeretem ám én így, és hogy... És az elmúlt? Már el. Már nem tudok fára fölmenni. Nem merek. De nem a rosszaság. Az nem. Az sose fog elmúlni. Az sose fog elmúlni. Jó napot. Jó napot. Na. Tessék. Köszönjük szépen. Viszlát. Viszont rátát. Ezt a kisunokám azt mondja, mama, második osztályos volt. Azt mondja, mama, tudsz verset? Mondom, tudok, kislányom. Itt születtem én ezen a tájon. A Mariannai szép rónságon születésem helye, mintha dajkám dalával lenne tele. Azt mondja, tényleg, mama, mondom, tényleg. Mikor ilyen front van, nekem nagyon lemegy a vérnyomásom. Most jól, hál' Istennek. Ha itthon van az unokám, akkor főzök. Még tésztát is gyúrok én mindig. Múltkor is nem is tudom, ki volt. Ja, a Botonnéa. Akkor pont gyúrtam, azt mondja, Terikém, még tésztát gyúr, mondom, na, hát mondom, én még elmegyek az üzletbe, veszek, addig én meg is gyúrom. Azt mondja. Hányba tetszett születni? 15. 15-be, március 19. Nagyon eleven voltam, inkább fiúnak nevelt az apám. Hát én hajtottam a lovakat, szántottam, vetettem. Na, ez pedig a svájceros, aki volt a nagyapám, itt édesanyám, aztán itt ilyen nagyon régi mindenféle ilyen fényképek. Ő a nagyanyám, ő anyám két öccse, ő meg a nagyanyámnak egy keresztlánya. Ez most kerestem el, kölcsön adtam egy unoka testvéremnek Nyíregyházára, mert ő nékik nincs róluk, és megsokszorosította ő magának is. És most küldte vissza két hete. A hintókocsis,
ő volt a férjem, szedte össze a csőszlegényeket, csőszlejányokat, csőszlegény, Liber István, ez most halt meg márciusban. 1892-ben született. Itt is édesapám van, itt édesapám, édesanyám, Akli István, és a felesége lány néven Kovács Lidia. Na, ez pedig a Kelemen András apósa, Gerece Pál. Református iskola tanár volt. Ezen van itt egyik nővérem. A férjem. Ez mind váli. Szerettem iskolába járni. Hál' Istennek jó tanuló is voltam. Ez meg az édesanyám. Mindig mondtam, hogy én szerettem Pesten dolgozni, de itt, szóval, akkor kiszálltam a buszból, mondom, Istenem, de jó itthon. Szerettem itthon lenni. Egy darabig az iskolánál takarítottam. Itt volt a felső iskola, meg az alsó. Hát az elég nehéz volt, mert mennyit is kaptam? 110 forintot egy hónapba. Az első feleségem itt hagyott három családja, három leánya, azokat főneveltem, azok férjére is mentek, hála jó Istennek. 79-ben akár mentünk egybe. 79-ben álltunk össze. Őnek is van két fia, aztán így mink összekerültünk. Aztán úgy kerültünk be ide a faluba, pusztára. Szerelembástunk. Mind a kettő. Mind a kettő. Fiatalok voltunk. Erről neki meghalt a férje. Igen. Őnek is ott volt két fia, én nekem ott volt három leány, aztán így. Az én első feleségem az a szabályosan megszökött, ott hagyta leány gyerekeket. Ez édesanyám. És itt is ők vannak már öregen. Na, ez meg a régi óvoda. Annus néni volt az óvónéni. Itt van Annus néni. Hát itt szintén a férjem van rajt itt. Ez pedig a Dréherné, a svájcerosok. Ő a nagyapám. Anyai ágról. Mindent megadott neki. Én mondtam neki, vett ilyen buzavirágos szoknyát neki, mondom neki, Pista, ennek a rózsás szoknyának nem jó vége lesz. Ne beszéljen már is ilyent. Annyi van fiatalabb férfi volt, még akkor a nyolcadikban járt, amikor ennek volt, kettő családom már, meg volt a harmadik, még terhes volt. Még akkor az járt iskolában, úgy köszönt neki, hogy csókolom, de azért beváltott a megcsókot. Ezek betartották azt, hogy mind az űrge. Ha is meg unja az egy rukat, másik éve másikat keret. Na valamikor így voltak a legények, mikor sorozáson voltak, ilyen szallaggal. Ez egy unokabátyám, Akli András. Ha, megvan a születi bálos, vagy a cséplőgépes kép. Na, ez a cséplőgépné. Itt vagyok. Ilyen traktorral jártok, körmös traktor. Na, ez meg még jobban körmös traktor. Ez ki, Zsuzsi? Ez Tabajdi. Ez Tabajdi, srác. Ez igazi. Ezen kezdte a férjem, 50-es években. Aztán, amikor ment a éjjelre dolgozni, szántani, meg mit szántani éjjelre, esett az eső, ráfagyott a ruha, úgy jut haza. Ahol a focipálya van, a libamezőn ott volt, úgy hívták, hogy a messzehordó ágyú. És olyan pontosan 11-kor jöttek az amerikai gépek. És 2 éves volt az a kisfiú, az mikor már buktak a gépek, az már sírt akkor, hogy mami, aludni megyek. Az mindig a bombázást átaludta.
akkor mindig siettem már, hogy akkora megfőzök, és átaludja. Ja, és mondom, oda esett a bomba, ide esett, emelde, úgyhogy itt hullottak a bombák. Egy hétig voltunk a pincébe. Egy hónapig állt a harc. Máma kiverték, hónap visszajöttek. Ez oda ment ez. A végén aztán ők győztek. Két nővérem, itt egyik, itt a másik. Úgyhogy de hát 80 éves volt ő, mikor meghalt, ő volt a legidősebb nővérem. Már ezek közül egy se él. Hát már nem, már 100 évesek lennének. 18-ban született a legidősebb nővérem. Főzni itt az első házban, itt volt konyha. Oda elhajtottak bennünket. Két a szomszédból egy lány is volt főzni. Aztán mondták, hogy na kusálj, egyél. Aztán úgy emlékszem egyszer, marha patát kellett főzni. És aztán mikor kész volt, ők nem mertek enni, mindig azt mondták, először mi kóstoljuk meg, mert féltek, hogy esetleg még mérgező. És azt mondják, hogy egy idős szakács volt. Azt mondja, na kusálj. Azt én mondom a szomszéd lánynak, mondom, ide figyelj, én nem eszek belőle, ezt tudom, hogy milyen koszos. Azt mondja, egyél, mert agyonlőnek. Hát mondom, én nem bánom, én nem eszem. És kiment az öreg hama, kiöntöttem a mosvétba. Én itt nem is vagyok itt, mert valahol dolgoztam. Alig, hanem a cipőgépnél voltam, igen. Igen, mert akkor is még délelőtt masináztunk, mikor bucsó volt. Egy órakor hazaértem, gyorsan mosdás, hajmosás, az gyerünk a bálba, onnét hazaértem. Hamar áttöltözni, mert már indították a traktort. Egész nap cséplőgépnél voltunk, 52-ben volt. Kivittük a nagymagtárhoz beadásba, mert le kellett adni. És nem maradt még vetőmag se, meg kenyér se. Elmentünk állami gazdaságba aratni, meg a cséplőgéphöz. Pedig igazán fiatal, 14 éves kislány voltam, mikor első évben voltam. Ekkor a talóban hordtuk a kévéket össze, mert ilyen aratógéppel vágták, és a kévét kidobta. Azt akkor azt össze kellett ugye csomókba rakni. Aztán ekkora tallóban mentünk a mezétláb, szépen a sorába, ott igazgattuk a lábunkat, azt úgy mentünk. Robban keverik éppen. Ilyenek száguldoznak mi nálunk. Van egy kis négy éves, öt éves lehet? Öt éves. Kis leány. Szoktam nekik így adni egy kis kekszet a kezibe, vagy egyszer jöttem haza, onnan a Bót felé, az meg ott volt, de már tudott biciklizni, ez helyes volt. Aztán kicsit fájnak a lábam, azt köszönt, azt mondja, Pista bácsi, mondtam, mi van húsom. Szóval látom fáj a lábam, gyere azt, hogy elvisztek haza a biciklimmel. A kíves kis léjá. Jó, 16 évig bejártam Pestre dolgozni, hogy el tudjam a gyerekeimet tartani, mert itt maradtam korán özvegyen. És Pestre jártunk, mikor szabadnapos voltam, akkor meg itthol a kertbe, meg volt egy darab szöllő, sőt, még napszámba is mentünk. 35 forintért egy nap. Reggel 7-től délután 5-ig. Meg hozott egy fuvart haza. Tere néni. Aztán azért egész nap dolgoztunk neki. És azután utóvégre, és azután megérve, lehullani, megérve, lehullani önmagát, lehullani önmagát, ismeretlen sírgödörbe, kiszáradt, ismeretlen sírgödörbe, ismeretlen sírgödörbe, elaludni, és ott egyebet mit se tenni, és csak pihenni, csak pihenni, ott egyebet mit sem tenni. Csak pihenni. Csak venni. Vál az Ürményi család birtoka lett. Azért az Ürményekhez egy nagyszerű
modern gondolkodó ember volt, aki a ráció edukációniszt megfogalmazta, és Mária Terézia szerette, űrményt elfogadta. Attól kezdve minden falunk, mindenütt köteles a gyerekeknek hat elemét elvégezni. Az űrmény itt is lakott, itt a kastélyben, meg a családja is itt volt. Óriási őstölgyes volt itt végig 5 kilométerre hosszan a dombokon túloldal, és a főerdésznek, Vajdát, akit ő Pestről régen, inas féléje volt neki, elég művelt ember volt az öreg Vajda, annak azt a családot nevezte ki, vagy a Vajdát, Vál főerdészének. Ez egy magas állás volt, és akkor az egész Vajda család leköltözött, és hát az első szülött fiúk, mert 5 gyerek született a Vajda családnak, a János, a költő, aztán a Mihály, Anna, Róza, Gizella, 5 gyerek. És ez a János, ez lett költő. Mint a Mont Blanc csúcsán a jég, minek nem árt se nap, se szél, csöndes szívem többé nem ég, nem bántja újabb szenvedély. Na, ez a papa meg a mama, itt könyökültek. Apám mindig nagyon szellemes, okos, igen okos ember volt, aki sokat olvasott, és magától sokat tanult, úgyhogy 6 elemibe tudott gyököt is vonni, aztán adiverseket tudott szavarni, a fekete zongorát magyarázta, hogy az mit jelent. Nézzétek meg ezt a csodálatos gyermek, igazi gyermek. Nem, olyan varázsos. És ezt, ahogy néz itt, nem tudom, önportré vagy csak annyi, hogy jelen voltam éppen, amikor ezt rajzoltam. Nyugóra készülődött a nap, átnézik a túloldalra, látom ott azt a kis tisztást, és rajta egy nagy kerekkő. Olyan szép volt. Átrohantam a völgyen, aztán reültem a kőre, de be kellett csukni a szemem, mert elvakítottam. Sok szép rajz van. Ez a szép, hogy mer, valahol felszabadul. És a tanár nem diktál, hogy már meg ezt így kell csinálni. És a gyerekek, hogyan mondjam, élnek a szabadság. Egyszer csak azt vettem észre, hogy csukva volt a szemem, hogy a nap sugár karjaival ónom arányú. És éreztem ezeket a sugár, hogyan mondjam, kévék, amit, és megemett szinte ilyen 10-15 cm magas. És eszemné voltam. Tehát ha az ő szíve azt sugja, hogy ez piros legyen, akkor oda merítenni a piros. Pedig semmi keresni valója nem volna, de rajz szerint pontosan annak kell lenni. És ugyanúgy mentem arra, ott a nyugati domb tetején, és már amikor úgy odaértem, hogy látni fogom ott a kis tisztás volt, ott is ugye a nakácos volt, kinézek az én napkövemre. És kérlek, ahol nem láttam, akkor több mint egy hetem, egyetlen embert se. Egy leány meg egy fiú ült a kövön. Szép ez a kis rajz itten. Milyen ügyesen és gazdagon csinálta meg az illet. Azt mondja, én voltam látszimási. Hát olyan jól csattant az egész dolog itten, és akkor még mesítem, hogy miért szép, hogy hogyan. Ugye belül sugta valami.
hogy ott el kell a vizet maszatolni, mert az akkor lesz igazán víz. Valahogy meglátták ezt a követ, és megkívánták, hogy oda fölmásszanak, és ők is talán beszélni akartak arra. Mert iszonyatos gyifogott, de ha lett volna egy ágyú, átlültem volna. Az én napkövet, azt egyszer csak érdekes, valami belső melegség kezdett úgy elönteni. Bátrak a gyerekek, szívik szerint rajzolnak, nem félnek az ördögtől sem. És ezt tetszik. Nem vagy te őrült kokos. Ezek itt jöttek, meglátták a követ, s ahogy te megkívántad, hogy beszélgessenek a nappal, vagy szembe üljenek, és ott a napfényben fülödjenek. Ők is fölmentek oda. Amikor festettem az életfát, és már jó nagy volt, úgyhogy úgy föl kellett mászni egy ilyen kis dobogóra, aztán tetejt onnét föstettem, és néztem, valami mondom, még ebből hiányzik. De mi az? És akkor eszembe jutott a villám. És leugrottam, a palettán gyorsan kikevertem egy vörös színt vissza a dobogóra, és így belerántottam egy villámat a fán. És akkor azt mondtam, most készen. Mert hogy az életfa, hogy szóval az életfába sokszor belevágom én. Kedves gyerekek, ilyen zavarban ritkán vagyok. Olyan nagy, szép kiállítást láttam itt ma, amit nem tudok megmondani, hogy mikor. Ezt végignézni legalább 2 nap kellene, hogy valaki minden rajzot szépen megnézzen, és minden rajznak belül átélni a mesét. Hát mind a művészet az embernek egy olyan adománya. Szóval a jó Istennek egy olyan ajándéka. Kis kárpótlás a halandóságért. Mert ezeket azért akárhova gyukják a jó képet, ágy alá, vagy a szekrény tetejre, vagy a pallásra, akkor is jó kép is világít. Tudjátok, a rajzok, festmények mesének. Gyönyörű mesék. Hogy az a piros, vagy az a lila milyen szépen mutogatja magát, vagy az a vonal, amilyen szépen kanyarodik, mesél, hogy én ilyen vagyok, és közben kinéz belőle a váli mauzóleum, vagy a torony, vagy a templom. Kicsi korom óta kezdve én mindig csavarogtam, és egyedül csavarogtam. És én mindennel azonos voltam, én voltam az a bogár, vagy a lepke, vagy a felhő, vagy amit a fű, én voltam benne voltam a fűben, de éreztem is. Nagyon bátran rajzoltok és festetek. És sose felejtsétek el, hogy így csináljátok mindig. Nem csak ezt az életben, jó Isten tudja még, mit kévé. Nevelődtek, milyen mesterségtek lesz. De ezt a bátorságot, amit a belsőtök, a szívetek, nem is, vagy akár az eszetek sugja, hogy ez ilyen legyen, olyan legyen. Azért mondom, hogy itten, ha... A képekről külön kéne mesélni, akkor több hétig itt lennénk, az meg azért úgy sok volna. Szép világ tárult. Elém egy öreg zsidó temető volt,
amin már nem voltak dombok se, vagy sír dombok, csak a kövek dülöngéltek össze-vissza. Na volt, ami kidőtt. Én meg ott nem zavart senki, mert ez fontos volt, hogy... Tehát a két hétig ott dolgoztam egész nap, két hétig nem láttam senkit. A váli torony ahány formába, színbe, nagyságba, környezetbe megszületett, hát az szinte csoda. Vagy hát akármelyik, van ott kút, a mauzóleum, de egyszerűen egy táj is. Mindegyik a maga módján egyetlen egy van belőle. Azt valamelyiknek csinálta. Na és hát ahogy így térdepeltem, azt úgy leszóltam hozzájuk. Mondom, olyanok vagytok, mint ha soha meg se születtetek. Jó tíző pillanatban meg gyűjt, ugye, hogy Kokas és Házik rögtön fogva léteznek. Akkor mi van? Aztán elbűdült az egyik tején, vagy nem is tudom már, harang szólt ott a, lent a völgybe, kis harang. Jaj, mondom, már dél van, kettél. És akkor azt mondtam, megvan. Szóval nem fogalmaztam, még nem tudtam megfogalmazni. De mindig ezt akartam. Tehát ez a három fogalom, a soha, a mindig és a pillanat. Ez a három fogalom érdekelt engem mindig, illetve olyan képet szerettem volna festeni, amiben ez a három fogalom bent van. Mikor annyi idős voltam, mint ti, gyerek, nem volt sose rajzóra. Volt egy palavesszőnk, egy palatábla, az egyik be volt kockázva, az volt a számít, azon számoltunk, a másikon vonalak voltunk, azon írtunk. Nem rajzoltunk. Nálunk nem volt rajzóra. És lám, most, hogy ezt a kiállítást itt látom, tényleg olyan öröm fog el, hogy ti ezt csinálhatjátok, és meritek csinálni. Nem tudom, honnan itt vettétek a bátorságot hozzá, így rajzoljatok, de ez nekem nagyon-nagyon tetszik. Körültem csillagmilliárd, verseny kacérkodik ragyog. Fejemre szúrja sugarát, azért még föl nem. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem, hogy pár szót szólhattam hozzátok, és szeretnék mindegyiteknek gratulálni. Nem tudnák majd csak nem választani, mert mindegyiknek van valami olyan szépsége, amit, és őrizzétek is meg az érzéket a rajzokat, nem ám, hogy csak úgy, mert többet soha így nem fogtok rajzolni, mint most. Ősz a szakállam áll, gyér haja len, de az a madár többé meg nem jelent. Eszébe jut, álmába látja még, nincs lelke tükrén már csak ez a kép. S végpercein, midőn már szinte ott, csak akkor tudja meg, mi ritka volt. A költőnek ti több emberek, emelni szobrot ne siessetek, mert úgy lehet még áll a büszke emlék, midőn dalál. Már rég elfeledték. A halhatatlanok bírája az idő. Csak akkor tudjátok meg ki ő, ha elmerültek hosszú századok, s hozzá hasonlódtok.
még nem lát.